Szeretettel üdvözöllek, Jós István, újabb spontán videó, mert közzétettem ezt az üzenetet ma, amire jött 250 hozzászólás, hogy ugye az üzenet az arról szólt, hogy ne várj a férfira, hanem hogyha egy férfi vonz, akkor menj és kezdeményezz. És erre jött aztán utána tényleg több száz komment, hogy de nem, mert már pedig ez a férfi dolga. Értem, akkor várjál, akkor ne menj, akkor ne menj, akkor várjál éveket, akkor várj egy évtizedet. Ugye én abból a tapasztalatból beszélek, egyrészt abból, hogy sok nőt látok, aki tényleg éveket vár, dédelget egy álmot magába, egy rózsaszín várat tornyokkal már így épített arról, hogy milyen boldogok leszünk együtt, de közben nem megy, de közben nem kezdeményez, de közben a férfi nem tudja azt, hogy te látod, te hiszel, te ott volnál vele, hogy hogy a férfiaknak tapasztalni kell. És az a másik oldal, ami miatt én ezt mondom, hogy én ezt csináltam, hogy ülök a semmi közepén, és nekem kellett. Ugye a férfiaknak 30-as, 40-es, 50-es éveinkben van ez a megújulás időszak, ez az elbizonytalanodás, ez a keressük magunkat, ez a mit is akarok. Ez egy döntésképtelen időszak. Nem a nőről nem tudok dönteni, hogy ki legyen a társam, semmiről nem tudok dönteni, hogy mi legyen, mert arról nem tudok dönteni, hogy mi az én utam tovább. És ebben a helyzetben semmiről nem tudok dönteni. Arról se, hogy elváljak-e, arról se, hogy mi legyen a karrierem, arról se, hogy ki legyen a barátnőm, vagy mi legyen a szeretőmmel, vagy tehát nem tudunk ilyen dolgokat eldönteni, mert egy tisztáson csücsülünk azzal a dilemmával, hogy merre menjünk tovább. És ebben a helyzetben bölcsnőre van szükség. És hitre van szükség. És egy olyan emberre van szükség, aki lát engem, aki hisz bennem, és aki jönne velem az úton. Úgyhogy ez is többen félreértettek, és úgy értették, hogy menj és fogd meg egy férfi kezét, és akkor te majd vezeted. Nem, a gyereket vezest. A férfiakat nem kell vezetni, meg nem is nagyon lehet vezetni. Nem igazán férfi az, akit kézen fogva cibálni lehet. Hanem a férfiaknak az kell, hogy érezzem azt, hogy ott van a kezed, és én megfoghatom a te kezed, és te jössz velem azon az úton, amiben én hiszek. És ugye ez is az üzenet része volt, hogy menj vele, akkor is a hülyeség esetleg szerinted, amiben ő hisz. A férfival arra lehet menni, amiben ő hisz. És ha szerinted hülyeség, értem, nagyszerű, akkor ne menjetek együtt. De menni, haladni csak egy irányba lehet, amiben ő hisz. Lábjegyzett egyébként a hülyeség, akkor hamar rájön, mert azért hülyenek nem hülyék a férfiak. Tehát ugye mindegy, a férfival menni kell, ez volt az üzenet, megfogni a kezét, de legfőképp nem várni. Nem várni arra, hogy jön és kezdeményez, mert ez a tudatos, vagy épp bukott, vagy elbizonytalanodott, vagy magába borult az életet értelmezni próbáló férfi állapot, ez nem tud döntéseket hozni. És a nők viszont erősek, a nők nagyon is tudják, hogy mit akarnak, úgyhogy hagyjuk ezt a tényleg ez a barátnőim azt mondták, meg anyukám is azt mondta, hogy én nem menjek a férfi után. Ez ilyen vakvezet világtalant hiszti. Én tapasztalatban mondom neked, hogy az nem fog működni. Tehát abból az lesz, hogy megöregszel és nem lesz társad, és álmodoztál férfiakról 10-15-20 évet a 30 és 50 éves korod között. Nem vicces. Hanem ha valaki vonz, akkor igenis tessék kezdeményezni. Menj felé, menj el hozzá, éreztesd vele, hogy te itt vagy, te hiszel benne, te jönnél vele azon az úton, amerre ő menni akar. Ugye ez a másik nagy hiba, hogy jönnek a nők és kioktatják a férfit, hogy neki merre kéne menni. Baromira nem érdekel, hogy szerinted merre kéne menni, egy dolog érdekel, hogy amerre én menni akarok, szerinted jó ötlete, abban te hiszel-e? És ha igen, akkor szuper, akkor lehet, hogy együtt kéne menjünk. Ugye erről szól a Királyné képző, az online kurzusunk, 40 napos folyamat, ebben segít, hogy ezt hogyan lehet jól működtetni. De mindegy is a kurzus, a lényeg nem a kurzus egyébként, hanem a közösség. Tényleg a legnagyobb gondnak én azt látom, ezt a vakvezet világtalan dolgot látom, hogy barátnőkre hallgatunk, meg alkalmatlan tanácsadókra hallgatunk. Legyen olyan közösséged, ahol olyan emberekkel kapcsolódhatsz, akiknek van ez tapasztalat, ami a te kihívásod. Itt van a miénk, az Én Akadémia, ahol álnéven vagyunk őszinték, kifejezetten csak tapasztalatok alapján, de bármi más is jó nekem, teljesen mindegy. De találj közösséget a kihívásaid megoldásához. Akkor is, ha nő vagy, aki egy férfi irán tepedezik, és nyilván akkor is a férfi vagy, és épp elakadtál, és nem tudod, hogy mihez kezd az életed, de van tovább egészen biztosan, és egészen biztosan hasznos más olyan emberek tapasztalata, akik átmentek hasonló helyzeten, akik megoldottak már hasonlót, mint ami neked ma kihívás. Úgyhogy eddig az a mai videó, férfiakat ne rángassuk kézenfogva, egyáltalán nem ez volt az üzenet, és az sem, hogy gyerekek lennének, akit itt babusgatni kell, mint anyuka, legkevésbé sem, a férfiben hinni kell. És ha valaki vonz, és ő lelkesítő a személye, és mennél vele akár tényleg így a poklon át, bárhova ő menni akar, akkor ez derüljön ki. Akkor ezt én tudjam meg, mint férfi. Ugye aki dudás akar lenni, pokolra kell annak menni, ezt lefordíthatjuk úgy is, hogy aki férfi akar lenni, pokolra kell annak menni.
ez a 30-as, 40-es, 50-es éveink pokoljárás, ez kiadhatatlanul elér minden férfit, tetszik vagy sem, és ebben tudsz-e te konstruktív energia, segítség, asszisztencia lenni? Ha igen, akkor választalak társnak. Én is így választottam. A feleségem az volt, akivel én a legnegyszerűbb, az lett, aki megérkezett, és jött, és feltétel nélkül, és hit, és bizalom, és akivel én egyszerűen csak a legnagyszerűbb önmagamat tudtam tapasztalni, és ebből röttem rá, hogy ő a társa. Úgyhogy menjél, menj. Menj, hogyha valaki vonz, menj, ne várj a férfira. És lábjegyzetileg zárójelbe, nyilván a fiatal férfiakra ez nem igaz, tehát nem a 20-as éveikben, meg 10 éves, meg teljesen mindegy, tínédzser, meg fiatal felnőtt korról beszélek. Ők tudják és mennek, mint a traktor, leginkább azért, mert meg akarnak szerezni. Én nem ezekről beszélek, nem ezekről a helyzetekről, nem ezekről a kapcsolatokról, hanem az igazi férfinak kapcsolatról, ahol van egy közös irány. És ahhoz meg kell, hogy a férfi lássa, megtudja, hogy te hiszel benne, hogy te mennél vele. Na, eddig ez a videó, köszi a figyelmet, hajrá, jó munkát mindenkinek!